Amikor a 19. század elején felbukkant az első kerékpár, még senki sem gondolta, hogy a bicikli közlekedésre használt járműből a későbbiekben komoly sportszerré növi ki magát, amit már nem is egy sportágban használunk. Számíthat a gyorsaság, a megtett kilométerek száma, de az extrémebb vonalak kedvelői is felülhetnek a kétkerekű vasparipára. Kezdtem el kerékpározni, igazából egészségmegőrzési okokból. Gerincsérve volt a derekamba, és akkor elkezdtem kerékpározni. Valamint a nagybátyám, tehát édesapámnak a bátyja, ő az Előrének volt az országúti kerékpár szakosztály vezetője. És így valahogy családi indítatásból, meg egészségmegőrzés céljából elkezdtem kerékpározni. Azóta a gerincsérvem tünetmentes egyébként, és igazából 2 éve kezdtem el így komolyabban versenyeken elindulni. Az utóbbi 5 évben olyan 15-20 ezer kilométert mentem évente. És igazából márciustól már kezdődik a versenyszezon, onnantól hát hetente 800 kilométereket szoktunk körülbelül biciklizni. Azért ajánlom másnak, hogy elkezdjen kerékpározni. Nagyon jól megőrzi az egészségét tényleg az embernek, jobban érzi magát az ember, hogyha mozog. Tény az is, hogy endorfin termel az agy mozgás után. És egy jó közösség egyébként, a kerékpárosok közössége, illetve tömegeket mozgat meg ez a sport. Tehát ajánlom, hogy elinduljanak az emberek országúti maratonokon, tehát amatőr kerékpáros versenyeken, és ott nem a győzelem számít, hanem az, hogy teljesítse az ember a távokat. A kerékpározás, mint sportot izomtanilag megérteni azért igen egyszerű, hiszen a mindennapok során mindenki használ kerékpárt, és egy hosszabb túra után másnap azért érezzük, hogy milyen izomcsoportokat mozgattunk meg leginkább. A versenybiciklizés során nagyon fontos szerepe van az állóképességnek. Az állóképesség az egy viszonylag magas intenzitással, hosszú ideig tartó munkavégzés. Az állóképességnek komoly feltétele van. Légzőrendszer, keringési rendszer, anyagcsere, idegrendszer és a mozgatórendszer megfelelő alkalmazkodására van szüksége ahhoz a sportolónak, hogy az állóképessége megfelelő legyen. Az állóképességen belül megkülönböztetünk rövid, középtávú és hosszú távú állóképességet. A rövid távú állóképesség nem más, mint egy maximális intenzitású mozgás, ami körülbelül 5 másodperctől maximum 2 percig terjed. A középtávú állóképesség a maximális intenzitásunk 90%-ával dolgozik, ez körülbelül 2 és 9 perc között van. A hosszú távú állóképesség 15 percen túli, de intenzitás csökkenése nélküli munkát jelenti. Fontos tudni, hogy ebben a szakaszban végzett tréningezés képes leginkább a kardiopulmonális rendszer fejlesztésére. Kerékpár Bringa klubot, azt 2014. május 25-én alapítottuk. Kővári Kati kolléganőmmel, mind a ketten a kerékpározás szerelmesei vagyunk, és mi lenne, ha létrehoznánk egy Bringa klubot. Az első rendezvényünk egyből egy egyedi építés és extrém kerékpár kiállítás volt. Tudomásunk volt arról, hogy a városban egyáltalán nincsen semmiféle kerékpár kiállítás. Autókiállítás, motorkerékpár kiállítás, repülőkiállítás, minden van, csak kerékpár kiállítás nincsen. Bringa klubot azt azért hoztuk létre, hogy népszerűsítsük a kerékpározást. Minden hónapban szoktunk kerékpártúrát tervezni, szervezni. Némely helyzetben sokkal hamarabb oda lehet érni kerékpárral, mint például autóval vagy busszal. Nem kell parkolóhelyet keresni, nem kell parkolódíjat fizetni. Kerékpározásnak közösségformáló hatásai is vannak.
összekovácsolja az embereket, akik szeretik a kerékpározást. Van még egy olyan pozitívuma is, hogy például én személy szerint a város túlsó végén lakok a munkahelyemhez képest. Azt tapasztaltam, hogy kerékpárral hamarabb beérek a munkahelyemre, mint autóval. A közlekedési keresztülések, közlekedési lámpák miatt, a forgalmi dugók miatt. A kerékpározás az egészségre is jó hatással van. Mozgatjuk a lábunkat, tekerjük a bringát, ki mennyire szeretné mozgatni a testét, olyan sebességi fokozatba vált. Van egy helyi érdekeltségű chopper kerékpáros banda is, a South Plain Riders. Mindenki egyedi építésű chopper bringával rója az utakat. Ennek a csapatnak is ez az életfelfogása, hogy szabadon chopper bringával róljuk a köröket és népszerűsítsük a kerékpározást. Nem csak a kerékpározás során, hanem nagyon sok sportban tapasztalható az izomfáradás. Bár ennél a sportnál azért igen csak hamar érezhető, amikor pár kilométert biciklizünk, hogy azért fáradnak a lábaink. Mi is ez az izomfáradás? Az izomfáradás az az izom kontrakciós ereje, tehát az összehúzódási ereje és a sebessége lecsökkenése, tehát nem tud gyakorlatilag megfelelni a követelményeknek. Ennek kettő oka lehet. Az egyik, amikor az izom és az ideg közötti kapcsolatban van valami probléma, a kalcium áramlás nem megfelelő ilyenkor. A második ok pedig az anyagcsere. Ilyenkor ugye az oxigén hiány játszik fontos szerepet, kiürülnek az energiaraktárok és a tejsav felszaporodik. A BMX-ezés során is nagyon fontosak az előbb említett szempontok, bár itt azért elég nagy hangsúlyt fektetnék az esésre, illetve a biztonságos földre érkezésre, hiszen ez sajnos azért nem az a sport, ahol ritkák az esések. Nagyon fontos, hogy egy jól megtanult, és lehet kicsit furcsa hangzik, de az esést is nagyon szépen meg lehet tanulni, hiszen tudjuk, hogy ez nem az a sport, ahol ritkák lennének az esések. Viszont egy jól megtanult eséssel a sérülések súlyossága és nagysága igen nagyban befolyásolható. Utcán kezdtem el biciklizni, akkor még itt sokkal kisebb pálya volt, és szerencsére egyre többen bringáz. Vettem egy biciklit, és akkor így egészen megfogott a mozgás kultúra, meg tényleg ez az egész, amit ebből lehet csinálni. Úgy kifejezheti magát az embert, mert nagyon sok stílusban lehet biciklizni, és tényleg mindenkinek tudom ajánlani, mert ez egy sport, és egy ilyen érzés is egyben. Ugye azt csinálod, amit csak te szeretnél, mert ez egy szabad stílusú sport. Azoknak, akik elkezdenék, azt ajánlom, hogy jöjjenek ide a sportcsarnok mögé. Hát délutánonként biztos, hogy van kint valaki, tőlünk lehet kérdezni, honnan lehet bringát venni, vagy egyéb sporteszközt, ami megtetszik, esetleg deszka vagy bármi. A BMX igazából, mint egy sport is nagyon jó, tök jól karban tartja a testet, ugye egészen jól átmozgat, mert nagyon kell tudni mozgatni, meg irányítani a bringát. Azért is jó, mert itt a skatepark egy kis közösséget összekovácsolt, mi ugye elég összetartóak vagyunk, itt van egy Creatures Crew elnevezésű csapatunk is, és hát gyakorlatilag ebben tömörül a Békés Csabának az ilyen BMX-es extrém sportos élete. Jó az, hogy itt kijövünk, és akkor mindig lehet haverkodni, mindig van kint valaki.